egészen a lábam alól jött ez a kis süllőcske. Már emeltem ki a wobblert. Ott is van. Szervusztok! Húzni. Nagyon megütötte. Mi az Isten ez? Ó, gyerekek, ez csodálatos. Fogtam egy bucót. Egy bucó. Hát ez csodálatos. Hát ez nagyon jó. De milyen erős kapást csinált? Adni. Bucóka, menjél vissza. Úgy. Ez az a fé. Ihúj, de jó ez a peca. Megint takasztottam. Szerintem ez egy sülci lesz. Az bizony. Egészen a házam alatt. A Lejtő utcai lejárónál. Csak egy kis süllőcske. Majd egy kis sovány vagy, egyelek meg. Borzasztó kis sovány. Na. Jó. Menj. Úgy is van. El is úszott szépen. Ott úszik, látom a szemét. Erre a hetes Rapala SSR-re volt most az előbb egy pillanat alatt egy olyan rámozdulásom, hogy itt magam előtt volt már, tehát itt volt előttem a csali, és így állt. Néztem, hogy mozog, és bentről bum! Oda csapott neki egy kilóska forma süllő, de nem akadt meg. Úgyhogy ez a kis epizód ennek a rapid éjjeli cserkelő horgászatnak az utolsó momentuma szerintem. Dobok még egyet-kettőt, még beszélek, de igazából a halfogás az már nem releváns. Szóval Füri Zsoltnak köszönöm a ma délelőtti telefonhívást. Üdvözöllek, Zsolt, a csatornámon. Nagyon-nagyon jól esett, hogy felhívtál, és megbeszéltük, amit meg kellett beszélnünk. Szóval, gyerekek, elképesztő jót pecáztam, megmondom őszintén. Úgy voltam vele, hogy kipróbálok egy pár wobblert. Összesen 4 akció volt. Most van 10 óra, úgyhogy eljött az idő, búcsúzom, de találkozunk rövidesen. Sziasztok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Gyönyörű a napfelkelte. És egy nagyon-nagyon vehemes balintpajtás éhezett meg a Ryukira. Szép darab lesz. Gyönyörű darab. Lássuk.
gyerekek, imádom. Imádom. Semmi nem tudja visszaadni ezt a vehemenciát, ezt az erőt. A gyönyörű dunai balinok. Egyenlőre közöm nincsen a halhoz. Ez ilyen magányos gigabalin lesz szerintem. Hú, de jó lesz meglátni. Nagyon kíváncsi vagyok. Egyenlőre csak megy. Erőltetésről szó nem lehet ezzel a pecával, ugye? Csak a türelem. Minden másodpercét kielvezem ennek a fárasztásnak. Csodálatos. Ez szintén egy olyan balin lesz, amit szerintem nem kézzel fogok kiemelni. Meg se láttam, nem is láttam még. Még csak a sziluettjét se. Hú, de klasszú pumpál. Hú, de jó. Íííí, nagyon jó! Gyere, mutasd magad, pajtás! Asta. Emelkedik. Most határozottan emelkedik. Atya úristen, mekkora! Hí! Asta! Hú, ez nagyon nagy. Brutális. Én már láttam. Hú. Asta. Gyönyörű. Irgalmatlan nagy, és nagyon megette a Ryukit. Ki se látszik a szájából. Fú, asta. Hatalmas.
ez tudom, hogy fog beleférni a szágba. Azt a mekkora. Jézusom! Gyönyörű. Hát. 4-5 kiló. Ó, benne van, ami ilyen. Ó, föl se bírom emelni. Azt a mindenit mekkora. Ó, basszus. Hát ez. Atya úristen, mekkora. Tehát jó ég. Jézusom. Azt a mindenit. Vagy kiviszem a fűre. Jézus, akkor... Aztán... Oda néz! Oda néz, akkor... Jó, de szép! Gyönyörű vagy. Jó van, pajtás. Vége a megpróbáltatásoknak. Jó van. Jó van. Jó van, drága. Jó van. Menj, 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 szél. Szia, Buksi. Szevasz, harcos, szevasz. Ez az övé. Ez az övé. Hú, de szépen elúszik. Itt a következő delikvens. Hát ő korán sem akkora, mint az első. Hát nem az a csúnya nagy, hanem az a szép kicsi. Ez egy gyönyörű akadás. Átlag balin. A nap felkeltében. Gyönyörű szép. Gyönyörű vagy. Úgyni. Nincs is ennél szebb dolog, gyerekek. Na menj, 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 menj. Ez az övé. Ez az. Még kb. Fél óra is napnyugta. Most az történik, hogy a csónakot végre felhoztuk a kikötőből. Úgyhogy a csónak már az udvarban van. A motor útban van a szerelőműhelybe. És elkezdődik majd a csónak felújítása, korszerűsítése, személyre szabása. Úgyhogy ez a ennek a dolognak a legnehezebb része, a logisztika, az végre megtörtént. És midőn más dolgom most nem lévén, úgy döntöttem, hogy én újra megpróbálom ezt a cserkelést. És egy pár óra hosszát megpróbálok még a sötétben is horgászni. Hát, ha sikerül egy-két süllőt fogni, vagy akármit. Balinozással fogok kezdeni. Ez a Ryuki, ez most nagyon, nagyon működik nálam.
ezzel fogok kezdeni. Kicsit keményebb cuccot hoztam, mint amivel reggel horgáztam. A Team Dragon SL 1125-i orsó és egy Dragon Superfast egyrészes 10-35 grammos pálca. Erre jöhet bármi. Ezzel még a kisebb harcsákat is szerintem eredményesen ki fogom tudni fárasztani. Feltéve, ha az utamba akad. De hát egyelőre ott tartok, hogy én a kapásnak is örülök. Legyen az bármilyen hal. Na, hát akkor lassan megérkezek a kezdőspotra. Induljon a horgászat. Az első dobásra, first cast. Gyönyörű, gyönyörű szép. Ezt még fárasztani kell, ez nincs még kész. Iszonyat erő van benne. Azt oda néz! Azt a jó 3 kiló. Ez az övé. Gyönyörű. Gyönyörű szép. Hatalmas. Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Világít a szeme, tehát süllő lesz szerintem. Az ám. Kősüllő ez, vagy süllő, süllő, süllőcske. Süllőcske. Ott is van a gyönyörű süllő. Szép vagy. Köszönöm szépen. Szia! Az az övé el is úszott. Kedves barátaim, ha minden igaz, akkor egy csodálatos eseménynek leszünk szemtanúi, ugyanis rövidesen, 1-2 órán belül részleges holdfogyatkozás lesz. Na most jöttem haza a horgászatból, elpakoltam, és megpróbálom így most fölvenni ezt a jelenséget. Remélem, hogy sikerülni fog. Hogy kezdődik. Lehet látni, a hold alsó részén már van egy kis árnyék. Figyeljük tovább. Ó, de gyönyörűen látszik már alul. Elképesztő. És ez a maximum 22 óra
15 van, és állítólag 12%-nyi takarás, ez lesz a maximum ennél a részleges holdfogyatkozásnál. Hát én azért örülök, hogy fel tudtam ezt venni.